Csütörtök este vendégünk volt Holoda Attila alpolgármester, akit az elmúlt egy hónap aktuális eseményeiről kérdeztünk. Szeretettel köszöntjük a stúdióban alpolgármester urat. Köszönöm szépen a meghívást megint. Mindig van miről beszélgetnünk szerintem. Mindig. Most egy lakossági fórum apropójából hívtuk meg, hiszen megtartotta ez évben az első lakossági fórumot. Mi volt a téma, hányan vettek részt, milyen fontos kérdéskörök voltak? Tulajdonképpen ez volt az első lakossági fórumon megválasztásom óta. Én úgy gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy a képviselők időről időre valamilyen ciklikussággal beszámoljanak arról a saját választópolgáraiknak, hogy egyáltalán város merre halad, ezen belül a körzettel kapcsolatos elképzelésekről is tudtam beszélni. Viszonylag hosszan vezettem elő, volt, aki ezt sérelmezte. Hosszan beszéltem arról, hogy mi vár a városa, milyen projekteket próbálunk elindítani, milyen vasat tartunk még a tűzbe ahhoz, hogy ez a város ez tovább fejlődjön, és ne csak a turisztikai szempontból, hanem maga a város. És így szóba került például a zöldváros projekttel kapcsolatos elképzelés, amire pályázatot nyújtottunk be, a gyógyhely pályázati elképzelésünk. Természetesen én ilyenkor, mint minden képviselő, elmondtam a saját ezzel kapcsolatos meglátásaimat, véleményeimet, és aztán a végén egy nagyon jó parázs hangulatú beszélgetés alakult ki. Nagyjából olyan 40-45 ember látogatott oda, aztán végén egy kicsit el is húzódott, volt ott egy érdekes vita, amit sokan meguntak, de addig hát a lakosok azokról a problémákról beszéltek, amik őket foglalkoztatják. Legtöbbször természetesen, ahogy ez szokott lenni, az út, a járda, a csatorna, a vízelvezetésnek a problematikája merült föl, de voltak, akik arról beszéltek, hogy a körzetünkben lévő iskoláknak az állagára mennyit próbál fordítani az önkormányzat, növeli ezt az összeget, és akkor el tudtam mondani, hogy igen, duplájára növeltük például a mi saját intézményeink fenntartására fordítható összeget. Beszéltünk arról, hogy mennyire jó, hogy most már megújult itt a művelődési ház, ezt jó lenne még több, még változatosabb programmal kiegészíteni. Volt kérdés például a művelődési ház igazgatójához, aki megtisztelt azzal, hogy eljött erre a fórumra, és ő maga tudott erre válaszolni. És hát persze fölmerült az is, hogy hogyan tudnánk ide csalogatni a központba a turistákat, egy kicsit több látványos programot nekik is szolgáltatni itt, hogy megismerjék Szobosztó belvárosát, és azzal is foglalkozzanak, ne csak azzal a területtel, ahol a fürdőn klasszikus környékén ők szórakoznak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos dolog merült föl, és nekem ez azért is jött jól, mert és direkt úgy is időzítettem ezt a fórumot, mert most volt a leadási határidő ennek a hétnek az elején, arra vonatkozó, hogy milyen beruházási javaslatokkal, mik azok az égető problémák, amiket foglalkoztatják itt a körzetben lakókat, és nagyon sokan jelezték is, hogy jöjjek el, nézzem meg, és a másnapomat arra fordítottam, hogy elmentem, és akkor szétnéztem, megnéztem azokat a problémákat, fényképeket készítettem, és így ez alapján készítettem el azt a beruházási tervjavaslatot, amit aztán eljutottam a városi főmérnök asszonynak a kérésére. Ebből a csomagból fogunk tudni válogatni. Mindenki megértette azt egyébként, hogy mindig mindenre nem jut idő. Hogyha rajtunk múlna, és lehetőségünk lenne egy korlátlan pénzes zsákot kinyitni, akkor természetesen az összes út föl lenne újítva, örülnénk annak, hogy tiszta, szép belvárosunk van, kerékpárutakkal foglalkoznánk sokat. Most is ezekről a kérdésekről is szó esett, azzal, hogy hogyan tudjuk ezt úgy ütemezni, hogy mindenre jusson lehetőség szerint idő. Elmondtam a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket is, hogy a város milyen gazdálkodási lehetőségek közül hogyan tud választani, milyen bevételi forrásaink vannak, ugye az idegenforgalmi fő bevételi forrás, iparüzési adó. Elmondtam azt is, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és erre készülök, és a polgármester úr támogatásával fogunk egy olyan fórumot létrehozni, ahol a helyi vállalkozók számára egy ilyen közös együtt gondolkodáson szeretnénk tovább lépni. Ma délelőtt éppen benn voltam a jegyző úrnál, szintén erről a témáról beszéltünk, hogy hogyan, milyen formában lenne ezt érdemes megvalósítani. Volt ott vállalkozó, aki örömét fejezte ki e felőtt, és azt mondta, hogy őket eddig még úgyse kérdezte meg senki. Nosza, lássunk, mire jutunk ezzel, vágjunk bele, nézzük meg, hogy közös együtt gondolkodása, hogyan tudjuk a város dolgát előre mozdítani. Ilyenkor egy közvetlenebb kapcsolat alakul ki a lakosokkal? Mert hát azért egy képviselő mindig ott van, mindig meg lehet állítani, mindig ott van a társadalom minden rétegénél. Tehát, hogy miért szükséges ez a fórum?
Hát mindenképpen a személyes kapcsolattartás miatt is. Nagyon sokan nem tudják, vagy nem igazán járnak ennek utána, hogy én elérhető vagyok telefonon, e-mailben, nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hát vannak olyanok, akik szeretik ezt a személyes kontaktust, és teljesen igazuk van. Voltak nagyon aranyos választópolgárok, akik úgy készültek, hogy már leírták azt, hogy ők, nekik milyen javaslatuk van, mert hát, ha nem jutnak szóhoz, és ezt át tudták nekem adni a végén. Volt olyan, aki csak ráerősített azokra a problémákra, amikről már egyébként is szót váltottunk, de ő szerette volna ezt hallani az én számból, és azért jött el, hogy meghallgassa, és aztán végén hát kiki vérmérséklete meg bátorsága szerint volt, aki a nyilvános fórumon szólalt föl, aztán voltak olyanok, akik elég sokan, akik odajöttek utána hozzám, és akkor a képviselő úrral szeretnék beszélni 2-3 percet, és ő elmondta a saját problémáját, vagy éppen meghívott, hogy nézzem már meg azokat a problémás helyeket, amikről ők szeretnének, hogyha megoldás születne. Megbeszéltük, pontosan definiáltuk, én elmentem, lefotóztam, megnéztem, beszéltem is ott a helyi választópolgárokkal, és én szerintem ez a fajta kapcsolat annyira élővé teszi ezt a képviselőséget, hogyha ennek tényleg meg tudjuk tartani ezt a ciklikus, visszatérő, beszámoló jellegű, vagy inkább tájékoztató és beszámoló jellegű fórum részét, akkor érezhetik azt a választópolgárok is, hogy igen, ő az én képviselőm, őt én ismerem személyesen, vagy ha nem ismerem személyesen, de legalábbis ismerem azokat a koordinátákat, fölhívhatom. Én ott is elmondtam a telefonszámomat, akik ott volták, bőszen följegyezték. Volt is azóta már több hívásom, hogy biztosan emlékszik rám a polgármester úr, ott voltam én is a fórumon, ugyan nem szóltam hozzá, de most elmondanám a telefon, és ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogyha az embereknek a kommunikációs lehetőséget meghagyjuk, az nekünk is segít. Ugye egy képviselő az nem úgy születik, hogy most aztán hirtelen a legragyogóbb ötletek pattannak ki a fejéből, és ő mindig mindenről azonnal tudja, hogy ennek a városrésznek mi a jó, meg éppen a városnak mi a jó. Itt borzasztó sok és nagyon jó ötletet lehet összeszedni, meg természetesen azt is látni, hogy miközben a politikusok szívesen, a felhők felett száguldozva szeretnek ilyen hatalmas nagy léptékekbe gondolkozni, az embereket, akik itt élnek, őket napi problémában, a napi problémával foglalkoznak, vagy éppen az keseríti meg az életüket, hogyha arra tudunk olyan megoldást adni, és ez belefér a mi költségvetési keretünkbe, akkor legyen, és nagyon sokszor mi erről nem is tudunk. Hát járjuk ugyan a várost, és foglalkozunk, próbáljuk fölmérni azt, hogy milyen problémák vannak, de hát nem, az, aki ott él, az azért pontosan tudja, hogy hol van egy olyan gödör például, amit én az autóba, vagy éppen sétálva körbe, mert valószínűleg nem fogok úgy észrevenni. Főleg arról is beszéltünk, hogy itt azért különböző életkorú emberek vannak. A fiataloknak egészen más a problémája, az idősebbeknek megint más a probléma. Ezekre meg kell találnunk valamilyen módot arra, hogy tudjunk vagy kommunikálni egymással, vagy választ adni. Ugye itt nagyon sokszor elhangzik, a fiatalok elmennek a városból, nem mennek el. Az idősebbek persze mindig azt mondják, hogy ezek a mai fiatalok, ezek nem nagyon érdekli őket semmi, állandóan csak a saját kütyüjüket nyomkodják. Ez nem igaz. Nem olyan régen kaptam egy meghívást egy ilyen hajdúszoboszlói ifjúsági körtől, akik elhívtak beszélgetni, kifejezetten a politika érdekli őket. Tehát én azt gondolom, hogyha ha ember közelévé tudjuk tenni a politikát a fiatalok számára, akkor ők is megtalálják a formáját annak, hogy hogyan tudnak ebben részt venni. Szintén ezen a fórumon hangzott el valamilyen terv, fejlesztés, villamos Hajdúszoboszlón? Mi volt ez pontosan? Ez egy érdekes megközelítés volt, klasszikus példája annak, hogyha valaki nem vagy nem akarja úgy érteni, ami ott elhangzott, akkor azt hogyan lehet felfújni és abból szenzációt kovácsolni. Itt egyedül azt hangzott el, hogy amikor éppen arról beszéltünk lakossági felvetésre egyébként, hogy hogyan lehetne a turistákat egy kicsit beljebb csalogatni, akkor én mondtam, hogy erre több elképzelésen is gondolkozunk. Ezek között van olyan, hogy bazársort építünk, vagy valami kicsit színesebb kávéházakkal dúsított helyszínnel feldobni ezt a Szilfákalja környékét befelé, a központ felé, de akár felmerült az is, és példaként mondtam, hogy valamilyen kisebb villamos, természetesen nem kettes, meg egyes villamos, mint a debreceniek azonnal felajánlották egyébként a Facebook oldalon, hogy az ő villamosokat vihetjük, mert nekik igazából nem nagyon kell. Meg persze ebből még mém is született, amit végre elmondhatom magamról, hogy ilyen méme még nem volt, és persze a helyi politikai erő közül jó néhányan ebbe belekapaszkodtak és elkezdtek poénkodni, még a helikopter leszálló is szóba jött. Természetesen
nem normál helyi érdekű villamosról beszéltünk, hanem inkább ilyen látványvillamosról. Ez lehet dottó is, lehet egy kisebb villamos. Nem arról beszéltünk, hogy akkor most itt a hajdúszoboszlói alpolgármesternek, ahogy ezt közvetítették, őrült nagyvárosi elképzelései vannak, és hogy lehet ilyen buta, és hogy lehet ilyen hülye, mert ugye nyilván ezt is megkaptam viszonylag durván az arcomba, hiszen tudhatnám, hogy még a nagyvárosokban sem éri meg. Hát nem olyan villamosról beszéltünk, szóval ez a klasszikus jereváni rádió híre, nem úgy, nem akkor is nem arról volt szó. De egyébként beszéltünk róla, elhangzott ez a téma, csak éppen nem abban a tálalásban és megközelítésben, ahogy az aztán szányra kapott a hír csatornákon. Nem baj, itt legalább akkor most ez tisztázódott, és mindenki van, hallja, és örülök, hogy ez, a ez milyen tervként és hogyan hangzott el. Egy kicsit váltsunk már témát. Nyilván nagyon sokan vannak a közösségi oldalakon fent, látják a polgármester urat. Hát mi is láttuk, hogy szombaton hol járt a Hősök terén. Hogyan került oda, illetve mi az, amit ott látott, és akkor, hogy miről is van itt szó? Ugye, volt szerencsém felmenni nekem is a múlt heti szombati pedagógus tüntetésre, a Kossuth térre, ami nekem egy hatalmas élmény volt, leszámítva az időjárást, ami igazából nem fogadta nagyon barátságába a pedagógusokat. Ezt úgy kommentálták ott, hogy még az ég is a magyar oktatás síralmas helyzetét gyászolja. Tulajdonképpen én, aki félig meddig pedagógus családból származom, elmondhatom, nekem édesanyám pedagógus, a nővérem pedagógus, a feleségem pedagógus, gyakorlatilag pedagógusok között nőttem föl, és ott élem az életemet. Én igazán és pontosan látom azokat a problémákat, hiszen napi szinten tapasztalom, amit ők hazahoztak, hazahoznak a munkából, és látom azt, hogy nem jó ez az irány, mert a központi oktatási rendszer ezt az átalakítást elkövette, és úgy gondoltam, hogy nekem, mint pedagógus férnek, bizony kötelességem, hogy ezen a tüntetésen mellettük legyek. Egyébként is úgy gondolom, hogy kellene, hogy legyen minden kormányzatnak annyi önkritikája, hogyha egy intézkedéséről kiderül, hogy az nem jó irányba megy, akkor kell akkora bátorságnak lenni, hogy azon tudjon változtatni. Ez egy klasszikus példa. És ugye a politikusok azok megpróbálják ezt a dolgot nagyon elvinni abba az irányba, hogy bérkövetelés, meg több pénzt akarnak. Itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy a gyerekek túlterheltek, a pedagógusok túlterheltek, az oktatási rendszer ilyen jellegű túlterhelésből adódó problémáit, ha nem oldjuk meg, annak bizony az oktatási színvonal látja kárát. És ugye könnyedén mondja azt a kancellária miniszter, hogy bizony a pedagógusok ternek arról, hogy ilyen rossz PISA eredmények születtek. Én pedig azt mondom, hogy éppen azt tehet arról, aki állandóan és folyamatosan, beleértve az előző kormányokat is, rendszeresen hozzányúl a pedagógiához. A magyar pedagógia, a magyar oktatási rendszer az nem volt annyira rossz, hogy az alapjaiban és mindig, mindenkor át kellene változtatni. Az meg különösen nem indokolt, hogy csak azért változtassunk meg valamit, mert illeszkedni akarunk ezzel a mi saját központosító elképzelésünkbe. Azt látjuk, hogy jelenleg akár a kormányhivatalok szervezése, akár a különböző intézmények és hivatalok megszüntetése kapcsán ugyanazt akarják elkövetni, amit a pedagógusok nem bebizonyosodott, hogy ez, ahogy most létrehozták, ez a Klegensberg intézet, ez bizony nem működőképes, ebben a formában semmiképp sem. De a legeslegfontosabb, ami ebből hiányzik, a szakértelem, hogy olyanokat tegyünk a változás élére, akik bizony ebbe a szakmába elég sok időt lehúztak. Ne azok a miniszterek, miniszterelnök hivatkozzon bármiféle saját tapasztalatra, akarjon nyilatkozni róla, aki ezt a szakmát a belsejét nem ismeri. Könnyedén lehet oda dobni, hogy a pedagógusok bezzek 3 hónapig szabadságon vannak, amiről mindenki tudja, hogy ez ma már régen nem igaz. A pedagógusoknak ugye az a fajta előnye, amit mindenki szintén a szemükre állja, hogy délután hazamennek, és utána már semmi dolguk. Hát én pontosan tudom, láttam édesanyámat, a feleségemet látom naponta, órákat tölt el azzal, hogy dolgozott, javít, készül a következő órára, és amikor bemegy és fölkészül egy órára, akkor azt látja, hogy azok a technikai feltétel például nincsenek biztosítva. Hiába van okos tábla, hogyha nem működik. Hiába szeretnénk a gyerekeknek, mindenkinek számítógépet venni, hogyha nem tudja, hogy hogy nyúljon hozzá, hogy a pedagógus azzal kínlódik, hogy például az egyiknek nem működik, a másiké működik, nem látom, hogy mit akarok, így nem fog menni. Ez megint az a fajta átgondolatlanság, amivel kapcsolatosan igenis mindenki, aki ismeri ezt a szakmát, vagy aki nem ismeri, de érintett, és mindenki érintett, hiszen mindenki gyerek oda
jár. Ez független attól, hogy ki milyen politikai meggyőződéssel bír. A gyerek fogja látni a kárát, és úgy látom, hogy itt szó szerint kiöntötték a mosdóvízzel a gyereket is. Lesz változás álláspontja szerint? Hát ez attól függ, hogy mennyire lesz kitartó ez a társadalom. Én most úgy látom, hogy a pedagógus társadalom eléggé eltökélt ebben a kérdésben, és én szurkolok nekik, hogy legyen elég erejük ahhoz, hogy ellenálljanak az egyébként ma már nem is titkolt támadás özönnek, amit azok kapnak, akik ebben a mozgalomban vagy tüntetés dologban kicsit élenjáróak vagy annak szervezői voltak. Én ezt egész egyszerűen felháborítónak tartom, és ugye ezt már sokan sokfelé leírták, de ez bizony sokkal inkább az 50-es, 60-as éveknek a mentalitását idézi, mint sem egy modern és magát demokratikus kormánynak tartó, vagy demokratikus berendezkedésű országnak tartó ország esetén ez elfogadható lenne. Nem szabad, hogy hagyják magukat, és én szurkolok nekik, és ha lesz tüntetésük, akkor megint melléjük fogok állni, mert ez nekem kötelességem. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk, és köszönjük ezt a támogatást a pedagógusok irányába is, mondhatom jó magam is, hiszen én is pedagógusként is dolgozom. Köszönöm szépen a meghívást ismét.